karma. Említetted, hogy állami gondozott voltál. Nem jelent semmit nekem. Annyit jelent, hogy túléli az ember, isteni pofákat meg is. Szóval ezek, hogy mondjam, az embertől elvárják, hogyha állami gondozott, akkor az elvesek összes állapotát magánviselni. Az önsajnálatot, a sajnálkozást, a kisebbségérzést, a komplexust, ezt nevezik. Ugye? Ebből mondom, én kétféle állatot gyűlölök ezen a földön, az egyik az újságíró, a másik a szociológus. Ezek az emberek életét rontják meg azzal, hogy kategóriákba kijelentik, hogy ilyen, nem olyan. Egyszerűen azért, mert ismerem ezeknek az embereknek a személyes értékeket, mert sajnos volt velük alkalom, nem akarok név szerint mondani, egy-kettő már parlamentbe őt rohadjon meg, és nem az a bajom, mert adjon neki a Jóisten minél többet. Hát tőle lesz boldog. De én azt látom, hogy attól, mert ő ott ül, attól azok a cigányok, akiknél mi felméréseket végeztünk, nem lettek boldogabbak. Sőt, nem az identitásuk, de még a szegénységi állapotokban sem lettek jobbak, érted? Semmibe. Rosszabbak lettek. Viszont kategóriával degradálták őket. Hagyjuk ezeket a pultot. Ez ugyanez az álmgondozása. De ezek szerint nem, van egy tragédiának másik. Sem tartod azt, hogy a cigány nem, mondok 37%-on. Ez fontos dolog. Van egy dolog, amit úgy hívunk, hogy árvaság. Ugye? Mert a régi lenc bármennyire szar volt az a világ, de hiteles volt. Egyben volt sajnos igaz az a világ, a 50-60-100-200 évvel ezelőtt itt a szegényház, ugye? Dologház, árvaház, hullaház. Na most ezek a kategóriák olyan mérhetetlenül igazak voltak, hogy ebbe nem kellett szociológiai központokat felépíteni, hogy ezt az emberek tudják, hogy milyen rossz. Itt központokat adunk, embereknek hatalmas fizetéseket adunk arra, és körbe tapsoljuk őket azért, kimerik jelenteni Magyarországon a cigányság szegény. Hát ez fantasztikus, hát be kell szarni. Hát ezt mindenki tudja. Nem érted? A gyávaság, az ostobaság nimbusz az, amikor valaki ebben más szegénységének a megalapításával gazdagodik. Bassza meg a jó édes kurva anyját. De ezt, ha kivágjátok, akkor bazd megvernek. Érted? Hát nincs ilyen. De most az árvaság az más. Árva emberek, mindazon emberek, akik a szívükben szeretettel mozognak, és egyedül maradnak. Ez az árvaság. Amikor valaki adni akar, és nem, hogy adni tud, de még azt is el fogja veszíteni, amiből adni tudna. A hitelét, az igazságérzetét, érted? Ezek az árvaságok léteznek, gyerekeknél, felnézeknél, öregeknél egyaránt. És a legnagyobb árvaság az én számomra az, amikor látok tömegben embereket, vállalatokat vezetnek, embereket irányítanak, és árvák. Olyan semmit mondóan, nem tudok semmit csinálni, mert valahol kevesek. Valahol nem tudják azt adni, amit tényleg kéne. És ettől árból el egy ország, érted? Ezektől a viszonyoktól. Tehát az állami gondozás ilyen tekintetben mindannyian állami gondozottak vagyunk. 40 év alatt, ha tetszik, hanem be kell látnunk. Itt mindenki állami gondozott volt, állami iskolába járt. Ne szedjük már annyira azokat a komcsikat, épp elég bajuk volt nekik, épp elég szar csináltak. De attól senkinek nem lesz jobb, főleg nem az NDF, SZDSZ, meg nem tudom milyen ilyen szívópártok, vérszívópártok. Az előbb valami ilyesmit próbáltam megtudni tőled. Én valóban úgy gondolom, hogy vannak emberek, akik igazán nagynak születnek, és vannak szürkék. Hát vannak magas emberek, 180, vannak 2 méteresek, ez a kosarasok. Érted? És vannak óvodások, akik ezeknek a kosarosoknak kell vigyázni, hogy nagyon tapossák. Ha idáig eljutunk, akkor elkezdhetünk a nagy emberek viszonyáról beszélni, nincsenek. Szóval mitől lesz az ember nagy igazán? Nagy ember emlékű embereket csinálunk ahhoz, hogy a hülyeségeinket át tudjuk menteni. Mert Nagy László, amikor létezett, nem is volt akkor annyira nagy ember, akkor csak Nagy László volt. Pilinszki szintén, Kovács Jóskát ki tartja ma nagy embernek?
Viszont meg fogja csinálni a cigányság a számára, meg kellenek az egy fajnak az önmutogatásához, hogy életképes, be kell bizonyítani, hogy vannak produktumai. Ezek mindig az alkotók voltak, a tudósok, és a nagyon-nagyon humánus túlélők. Számodra a túlélés az mit jelent? Hogyan élhető túl például az élet és önmagunk? Hát elsőnök is szeretni kell. Aki nem szeret élni, az megpusztul villámgyorsan. Szóval ezek nagyon könnyű így kimondani, hogy szeretni kell, mégis rendkívül nehéz dolog. Hát pedig bármennyire érted, most gondolkozz Rózsa azon, hogyha ez férfiban szerelmes vagy. Amikor kimondod, hogy szerelmes vagy benne, elkezd egy olyan biztonságod lenni, és elkezded benne ficankolni, érted? De még nem mondod ki, és megéled, addig az igaz. Amikor kimondod, akkor már ki, hogy mondja, az indiánok, és ez már festészet területhez tartozik, az indiánok tartottak egy régi mondást, és az indiánok nagyon okos gyerekek voltak. Ugyanilyen okosak a régi bölcs cigányok is. Csak ezeket ugye nem veszük semmibe, pedig én hallgattam rájuk. Ők azt mondták, hogy ha lefestesz valakinek, lefested az arcát, a lelkéből elveszel valamit, hogyha rosszul fested meg. Adjál hozzá többet, és felépíted. Megszépíted a lelkét. És ezek a dolgok igenis sajnos csak így működnek. De ne mondjuk ki az Isten bassza meg. Csak a legalapvetőbb. Amíg nem törődsz, hogy fáj valamit, mit csinálsz, nem fáj. De ha elkezded elvárni, hogy a közösséged elfogadjon, mint fájó embert, nézd meg. Vagy kis tűzfúrásból bármit csinál. Ugyanakkor a szó az teremteni is tud. Szó? A szavak, az ige. Én nem vagyok író ember, úgyhogy én a szavakra nem nagyon adok. Sokat beszélnek, és fölöslegesen. Nagyon sok fölösleges ember arra jön rá, hogy az a baj, hogy tényleg fölöslegesen beszél. Nem tudom. Szóval nekem mindig az volt a biztos és a bizonyság, amit megtettek. Mert azok a holtak, akik nem tudom, 200 évvel ezelőtt éltek, azok nagyon beszélgetnek. Viszont tettek valamit, ami hitelt kap. Jézus, ugye Gandhi beszéltünk, vagy Martin Luther King. Tehát azok a nagy arcok, akik tudtak tenni azért, amiben hittek. Na most, ha ez nagy emberség, akkor én elég szomorú vagyok, mert szerintem mindegyik ember ilyen. De van bennünk Hitler, van bennünk Stalin, van bennünk Goebbels, van bennünk Göring, érted? Van bennünk, ki volt az állatorvos, ez a kísérletező barom. Mengele. Nagyon sokféle hajlam van bennünk. Túléljük, és a közösségünk, a viszonyunk, a szeretetünk önbevallása, vagy önhitele az, ami eljutott odáig, amivé válhatunk. Sőt, akkor az még csak egy része annak, amit az ember tehet. Mert először ez az út, ugye? Ehhez önmagát kell szeretni az embernek, vagy másokat? Van egy régi törvény, és ezt a cigányok elvesztették. Ez az út törvénye volt. Az út törvénye az volt, hogy mindig együtt marad. Ha nem maradsz együtt, akkor feloszlik a csapat, és meghalsz. Ezt én az út törvények hívom, de ezt a Lao Tse nevű pofa kínai arc is ugyanezt mondta, érted? Az út törvénye az, ami benned van, amit be kell járnod. Ilyen nincs, hogy aki megszületik és bölcsödébe indult, vagy bárhol, árokból kell, nem a születés pillanata, hanem ez is, hogy ezek erről szólnak. Szóval ezek a dolgok azok, amik elindítanak. Ez az út dolga, és ezen végig kell mennünk. Nekem is, Hitlernek is, és ott jön, ha tetszik, ha nem az a Hitler, érted? Ez a skinhead gyerek is. És lehet, hogy őnek is 40 év van, lehet, hogy nekem is csak 40 év van. És nem őtől lefügg. Érted, hogy mi benne csodálatos? De lehet, hogy rajta múlik. De lehet, hogy rajta. Ezt egy közösség tudja alakítani, egy egyénnek. Na, a cigányok ezt elvesztették, kérem szépen, hagy jelentsen be, tiszteltel, szeretettel. A parlamenti bizottságnak sikerült, 40 év alatt sikerült, gratulálok, mert a cigány öntudat megszűnt, nincs. Lakótelepivé degradálódott, öntudatlanná formálódott, és rettenetes komplexusokkal, öngyilkossággal, stb. Cseréltük fel ezeket a tudatokat. Úgyhogy gratulálok, ez az ország megint megtette azt, amit meg kellett történelme során tenni.
Én hihetetlen szomorú vagyok attól, és hihetetlen szar, hogy én ezeken ítélkezni látszom. Nem tartod eredménynek, hogy 186 cigány szervezet működik ebben az országban? Én gyerekkoromban találkoztam egy cigány budi pucolóval. Az ember az emberek mocskát törülte ki, az emberek seggét. De van olyan böcsvedes tisztelet volt benne, ugyanis megtanulta, hogy mi az, amiből létezik a dolog. Mi az, ahova kerül a dolog. Ezt őtől letanultam el. Most ettől egy szarmestertől jobban a világon senki nem tudja. Nem ezen múlik. Az, hogy 200 cigányszer, lesz itt még 2000 is. Viszont ne felejtsük el, hogy ezek önvédekezést váltanak ki mindenkiben. És ezek a szervezetek igényt támasztottak fel az önmaguk túlélése és megélése számára. Túl sok pénzbe kerül. És ennek az országnak nem úgy pénze nincs, hitele sincs már. Ne beszéljünk már itt félre. És ki szerette volna ezeket? A nem cigányok vagy a cigányok? Akkor miért harcoljunk? Én nem vagyok egy politikus, hiába próbálsz belevonni a játékokba, Rózsám. Én nem tudok ítélkezni afelet, hogy ki volt az a fasz marha kalap, aki 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a kulturális szövetséget meg kell csinálni, vagy bármilyen szövetséget. A cigányoknak nem kell, a cigányoknak cigány szövetséget kellene csinálniuk most is. Nem 186-on egyet. Egy vagy kettő országonként változó cigány szövetségeket, testvéri szövetségről lenne szó, azon még túlélhető Európa. Másként kérem szépen, a koncentrációs táborok már állnak. Már fennállnak, megvannak rá az őrök, megvannak rá a kutyák, megvannak rá a gyilkosaink. Ne legyünk már olyan gizdák. Ezt most nagyon-nagyon komolyan mondom. Egyet tudni kell, hogy mi is állunk. Hála Jóistennek, és tudunk róla. Csak nehogy bekösse itt valaki már nekünk a szemünket, mert én nekem semmi, de semmi kedvem nincs se gyilkolni, se gyilkosságokba részt venni. De az Isten baszta meg, az sincs kedvem, mindenféle kopasz fasz Jankó engem leszurkáljon meg, leöldössön, azért, mert neki nem tetszik a pofám. Nekem se tetszik az övé. De azért én még őket nem ölöm meg. Éljenek, erről én nem tehetek, ő sem. De ezzel nem magyarázkodom. Azért festem, hogy nem magyarázkodjam. Érted? Beszélj, én nem ítélek ebben meg senkit. Önmagamat ítélem meg akkor, amikor jó vagy rossz kiállítást csinálok. Én ennyit tudok csinálni. És ha például Tamással jól érezzük magunkat, vagy Kovács Jóskával, attól Istenek dolog nincs, vagy Jakab bátyámtól tanulok egy fantasztikus élet helyzetet, mert az öregre oda kell néha figyelni. És akkor az ember egy kicsit az önmaga önsajnálatán is túlesik, mert rájön, hogy miről szól a sztori. A hitel, a bizonyíték. Neked volt ilyen önsajnálatos korszakod? Mindenkinek van, babám. Akkor egyedül van, Balogh Attilának van egy analógiája. Analóg helyzet, vagy nem tudom mi ez. Ő azt mondja, hogy minden ember lesz életében egyszer cigány, orosz, bármi, tehát lesz rossz. De minden ember lehet életében egyszer császár, király, bármi. Tehát ennek az analógiának attól hibás, hogy az Attila csak a árnyékát látja. De lehetsz minden. Minden. Megteremtheted azt, amit az ember megteremt, érted? Ha egy képet festő, az a megtette. Ha egy családot csinálsz, megtette. Szóval ez a munka. Ez a dolog, ez az alkotás. Ez nem skizofrénia, de ezt az önsajnálat útját, szóval önsajnálatra le kell vetkőzni, hogy ezt meg tud. Na az a komplexus, érted? Vagy nem tudom, hogy higgyek ezt. Utolsó kérdésként azt szeretném kérdezni tőled, hogy miből van, vagy honnan van ez az óriási hit benned? Meg. Ott, amiben benned. Hát mit gondolsz, még kérdezel, mert benne nincs? Te is akarsz valamit, én is akarok valamit. Ezek nem hitek. Olyannyira kezdjük már megítélni a magunk dolgait, pedig annyira emberiek vagyunk, érted? Mitől van a másikban, a Zsuzsában, vagy mitől van a Ricsiben annyi hit, hogy itt ül? Mert itt akar ülni. Mert hisz abban, hogy itt ülni jó. Ebben semmi Isten, semmi misztikus nincs, ebben rettenetesen egyszerű emberi dolog van, amit a gyerekkorod óta viszel. Szeretek élni, rettenetesen szeretek élni.
szinte annyira, hogy másnak is fáj, érted? És én azt akarom, hogyha ez neki fáj, akkor fáj. Mert ha az én életem kevés arra, érted, hogy én az önmagam fájdalmába, ez az ön sajnálat, elherbadjak, hogy a Kovács mondaná nagyon szépen. És hát egy boldogtalan, tehetségtelen, vagy boldogtalan zsenivé degradálja, és Budapest utcáin kóborolva, ilyen totál alkoholizmusba, önérzetemben fetrengek, de ezt nem értem. Azt viszont értem, hogy az életet úgy kell szeretni, ahogy ezt az ember egy kórház után megkapja, érted? Szóval ezek kellenek a személyes élmények. Szóval egy ember, aki bemegy egy fogorvoshoz, minden ember volt már fogorvosnál, azért mondom, egy jó példa. És kéne a fogorvostól, kérdezzék meg tőle, hogy szeret-e élni. Valami rossztól szabadult meg, és tulajdonképpen elég olcsó. De meg kellett érte küzdeni, hogy megszabadult. Valahogy egy kicsit ilyen is. Nem véletlen félünk az fogorvostól, mert nem csak a fogunkat húzzák ki. Az első nagy fájdalmainkat, a félelmeinket, a komplexus, vagy adnak többet, vagy visszük. Szóval én úgy gondolom, hogy nagyon túl mitizált ez a világ most egy-két dolgot, és ez a túl mitizálásnak meg lesz a maga eredménye. Márpedig egy pár mitikus alkat, aki nem csak pozitív, hanem negatív figurába is önti magát sátán, és aztán meg ilyen fasságokkal fog előtülekedni, és ezekre szüksége van az embernek. Én azt mondom, hogy ezeket a Jóisten segedelmével, hogy nézegetem így más emberek sorsát, talán az élet szeretetet tudja egyedül legyőzni. Azoknak a romáknak, vagy embereknek az élet szeretete, akik országokat végig tudtak gyalogolni azért, mert a család, mert a gyerek, mert a sorsuk, érted? A sorsuk szeretete az, ami előre viszi az embert, és megint csak az úttörvénye. Szóval ezekről szólhatnak a dolgok, szólhatnak képek, szólhatnak zenék, és ez legyen cigány, olasz, német, bármilyen ember, neki is az a dolog, hogy előre haladjon, leáll, vagy valamennyire visszapróbálja pörgetni, nem megy. Szóval én azt mondom, hogy mindenki bízzon abban, hogy az a szeretet, ami a szívében van, úgyis addig viszi el, ameddig ő akarja. Érted? És ha igazából nagy bűnöket, tehát nem gyilkol Péter neked, nem bántja meg azokat az embereket, akik őket szerint, most érted a megbánt, ez szó szerint, hogy nem emészti meg őket a bántásával, akkor igen sok szép dolgot vihet az életén tovább, és az a fontos, hogy mi az, amit viszel, mi mindegyikünk visz valamit a szívébe, vagy szomorúságot, vagy szerelmet, mint ahogy Nagy László mondta, vagy emberséget, vagy embertelenséget, vagy valami bántásból fakadó gyűlöletet, amiben most a világon kontinenseknek van a szívében ez a gyűlölet nevű dolog, tudod? És ez nagyon csúnyán be fog indulni, és hiszek abban, hogy arányos lesz, mert nagyon sok ember szívében azért ott van szeretet, ott van a szerelem, ott van a bizalom, érted? Ott van a család, ott van a szépség, a szépségre való hajlam, ott van a féltés. Akiben féltés van, abban gyilkos nem lehet. Gyáva lehet, de az megbocsátható. Na nem, szóval van egy másik fajta gyávaság. Az ember se a társát, se az anyját, se az országot soha nem árgatja. Viszont önmagát néha napján, az embernek nem elárulni kell, hát beszarunk. Szó szerint beszarakatunk. Ugye? Saját árnyékunktól főleg, én úgy szoktam. Nem tudom máshoz, hogy szokta. Próbálja meg éjszaka, hajnal kettőkor, nézi meg az árnyékát. Ha nem ijed meg, akkor jó csávó, menjen tovább. Szóval mi ilyesmi ez? Kovács, te hülye vagy. Kezdjük a legelején. Honnan jöttél? Gyerekkorodra gondolok. Kik voltak a szüleid? Mondd el. Hát a szüleim azok
eléggé, hogy úgy mondjam, nem álltak annyira jól anyagilag, és hát édesapám az építőiparban dolgozott, és édesanyám akkor takarítónő volt, szóval konyhán dolgozott, és szóval ilyen munkákból éltünk, és hát én tulajdonképpen ebbe a családba nevelkedtem. Édesapám korán meghalt, és három testvérem van. Milyen voltál, mint iskolás gyerek? Hát azt hiszem, hogy az elején eléggé, úgy mondjam, rossz voltam, szóval nem igazán tudtam megszokni. Szóval ami lekötött, arra odafigyeltem, de szóval eléggé elhülyeskedtem az órákat például az alsó tagozatban. És később pedig komolyodtam egy kicsit, és egyre jobban érdekeltek a tantárgyak is. Melyek? Milyen tantárgyak? Mihez vonzottál akkoriban? Hát elsősorban a humán tantárgyak, például az irodalom, a különböző művészeti tantárgyak, az a rajz, ezeket a történelmek nagyon szerettem. És a testvéreid és tehát a családotok mennyire sínlette meg édesapád halálát? Hát ez nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon rossz volt, szóval eléggé... Tulajdonképpen én nem vettem semmit észre az egészből, de édesanyám, meg az idősebb testvérem azok, szóval eléggé megérezték ennek a hatását, meg hát ugye az anyagi helyzetünkön is ez látszott, hogy így alakult. Lelkiekben esetleg van valami olyan törés, ami onnan származtatható? Talán valami igen, hogyne, érzékeny? Hogyne. Mi lehet az? Hát, milyen törés? Mit érzel, ami onnan ered? Talán egy nagy hiányt, amit van, hogy már nem is... Szóval, amit nem lehet annyira pótolni, szóval... Esetleg később a házassága, vagy szóval így a szeretettel így lehet, de tulajdonképpen ezt nem tudom igazán majd meg is. Szóval nem tudtam igazán megismerni, hogy... És ez nagyon rossz azért. Térjünk vissza az iskolára. Az általános iskola elvégzése után hogyan alakult tovább az életed? Hát utána előzőleg hát felvételiztem a képzőművészeti szakközépbe, de mivel szerencsétlen körülmények folytán eléggé gyenge voltam a reál tantárgyakból, a matematika, kémia és ehhez hasonlókkal nehezen boldogultam, és két-kettesen már nem lehetett felvételt nyerni eleve a képzőművészeti szakközépbe, szóval ez kizáró tényező volt, és ez nem sikerült, és utána Kőfaragónak vettek fel, és ott végeztem le egy évet. Dolgoztál is, mint kőfaragó? Igen. Szeretted ezt a munkát? Nagyon szerettem, igen. Milyen munkákat csináltál abban az időben? Tehát hát csak a kötelezőket, vagy esetleg, tehát ami megrendelés volt, vagy igen. Már akkor is csak nem, azokat? Igen, tulajdonképpen megrendelésre, de szóval ez az olyan szakma, hogy közel áll a művészeti dolgokhoz, mivel iparművész szakma, és árkányzatok, ezeket a görög művészetből, görög és a római művészetből maradt meg, és ezeket csináltuk. És akkor hogyan jött a festészet? Hát a festészethez már nagyon régóta vonzódom. Szóval egész kisgyerekkorom óta már tudtam, hogy nekem ezt kell választanom. Szóval ez egy nagyon régi szerelem, hogy úgy mondjam. Ezek szerint nem hagytad abba akkor sem, mikor sem. Kőfaragó voltál. Tanultál valakinél? Hogyne. Én mindig szóval azon voltam, hogy minél előbbre. Szóval minden az, hogy minél jobb. Szóval
koromhoz képest minél előbb akartam járni. Mi ambicionált téged? Milyen céljaid voltak, vagy esetleg vannak ezzel? A képzőszettel? Igen. Tehát mi az, ami hajt előre? Tehát mondod, hogy mindig jobb akartál lenni, mint a többiek. Mi ez, ami hajt előre? Hát nem tudom, ez valahogy olyan egészen mélyről jön, vagy hogy tényleg, hogy maximálisan a legjobb. A siker? Nem a siker. Nem, az nekem túl kevés lenne, hanem ez magam számára, hogy bebizonyítsam, hogy és úgy a azt hiszem a közvélemény számára nem olyan értelemben, hogy anyagi sikert érjek el, hanem talán elismerést is várok, úgy meg végül is nagyon sok mindent ugye azért is csinálok, mert végül is ez az életem. Láttam a képeidet itt a táborban, és nagyon érdekes, tehát többször észrevettem, hogy visszatérő témáid történelmiek, tehát lovagok, Cyrano de Bergerac. Mitől van ez? Hát tulajdonképpen én nagyon vonzódok ehhez a korhoz, szóval ez egy számomra egy olyan történelmi korszak, ez a lovakkor és a reneszánsz, és ebből átmenve a barokk időszakba, hogy nagyon vonzanak az öltözékük, a viselkedésük, az ízlésük, a harmóniájuk, az élethez való hozzáállásuk. Szóval, és tulajdonképpen a Cyranót azért szeretem festeni, és állandóan visszatérek ehhez a témához, mert vonz a groteszksége, ami hát valahogy úgy szóval egy magamra vállalt szerep is, szóval hogy szóval imponált nekem mindig ez a humoros és kisé, szóval mindenkinek meg tudja mondani, és kell férfias is tud lenni, és nagyon érzékeny. Szóval ez vonzott engem mindig. Én olyan csöndes, zárkózott embernek ismertelek meg. Képeidet viszont úgy látom, hogy nagyon-nagyon mozgalmasak. Mitől van ez az ellentét szerinted? Egészen egyszerű a magyarázat, szóval az ember, amikor azt csinálja, amit igazán megtalálja benne a gyönyörűségét, abba nagy vonalonak kell lennie, és pazarnak, szóval egészen el kell magát engednie, és akkor nem szabad kicsinyeskedni dolgokkal, és nem szabad szükszavonak lenni, hanem monumentálisnak. És melyik az igazi természeted? Ez egy jó kérdés, hogy az igazi természetem. Hát kifelé talán azt mutatom, hogy valahogy talán kicsi bizalmatlannak tűnök, vagy nehezen oldódok fel, de alapjavéve egy nagyon ilyen szóval nagyon szeretem a nevetést, szóval a nevetést, az életet és az egyéb dolgait. Valami. Hadd kérdezem meg, hogy érte valamikor valami hátrányos megkülönböztetés a cigány származásod miatt? Hát igen. Voltak. Például? Mondaná rá példát? Hát ezekre nehéz példát mondani, mert ugye az ember, ha nem is éreződik ki ez a helyzet, ez a szituáció, ez mindig ott van a háta mögött, hogy a kisebbségnek az elnyomása, ez mindig ott van, hogy megalázzák, és ez nem mindig úgy nyilvánul meg, hogy lebüdös cigányozzák, hanem egész egyszerűen szóval sunyi módszerrel is megnyilvánul. Szóval, hogy például nem kapok olyan jó jegyet, tudom én,
egyik tantárgyból, amit megérdemelnék, mint például a társam, aki szerintem rosszabb, és stb. Mit tehet egy cigány festő a cigányságért? Hát nagyon sok mindent tehet, mert hát végül se a nagy közönség, szóval az egész világ végül is ezen keresztül ismerheti meg, szóval egy nemzetnek, szóval.